Király Sándor, nyergestető. Csíkországban, hol az erdők zöldebbek talán, mint máshol, ahol ezüst hangú rigók énekelnek a nagy fákon, s hol a fenyők olyan mélyen kapaszkodnak a vénföldbe, kitépni vihar sem tudja másképpen, csak ketté törve. Van ott a sok hegy között egy szeliden, szépen hajló, mint a nyereg, kit viselne mesebeli orjásló. Úgy is hívják, nyergestető. Egyik kengyelves a kászon, a másik meg, az innenső, így csillogna csikkozmáson. Nem csak szép, de hírese is. Fönn a tetőn, a nyeregben, ott zöldelnek a fenyőfák, egész csíkban a legszebben. Ott teresztik legmélyebbre gyökerüket a vén törzsek, nem mozdulnak a viharban, inkább szálig ketté törnek. Évszázados az az erdő, áll azóta lendületlen. Szabadságharcosok vére lüktet lend a gyökerekben. Mert temető az az erdő, és kopjofa minden szálfa. Itt esett el Gál Sándornak 100-nál is több katonája. Véres harc volt. A patak is véltől állott azon reggel. Támadt a cár és a császár hatalmas nagy hadsereggel. De a védők nem rettentek. Alig voltak a 200-an. Álltak, mind a fenyők, a harc rettentő nagy viharában. Végül csellel, árulással délre körülvették őket, mert nem adta magát a székely, mind a szálfák ketté törtek. Elámult az ellenség is ekkora bátorság láttán, zászlót hajtott temető a hősöket a egy hátán. Úgy haltak meg a székelyek, mindegy szállig olyan bátran, mint az a görög 300 Termopülé szorosában. Nem tud róluk a nagyvilág, hőstettükről nem beszélnek. Hírük nem őrzi legenda, dicsőítő harci ének. Csak a sírjuk omlott fenyők, fönn a tetőn, a nyeregben, s azért zöldel az az erdő, egész csíkban a legszebben.